Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet intenzív osztályain is felkészültek a koronavírusos betegek fogadására. Erről beszélt az M1-nek az intézmény szakorvosa és ápolója. Elmondták, több speciális zónát is kialakítottak a megfelelő védekezésért, és ha szükséges, legalább 15-20 beteget tudnak egyszerre lélegeztetni. Hozzátették, természetesen mindig vannak egyedi esetek, de az úgynevezett áthidaló terápiával sokak állapota javul. Ez itt az Országos Korányi Pulmonológiai Intézeten belül ugye a COVID intenzív osztálynak az egyik részlege, az egyik folyosója, hogy úgy mondjam. Itt ezen a részlegen összesen olyan 15-20 beteget tudunk ellátni, lélegeztetett beteget. Ez már az egész folyosó, ez itt ugye a fertőzött zóna, tehát itt már csak izolációs felszerelésben tudunk dolgozni. Van már két olyan betegünk is, aki a lélegeztetőgép nélkül van, tehát őt teljesen tudtuk függetlenül a lélegeztetőgéptől, illetve van egy betegünk, aki már jó úton halad, és már gépszüneteket elkezdtünk nála, úgyhogy vannak haladások. A nemzetközi tapasztalatok is azt mutatják, hogy legalább két hét, amit lélegeztetőgépen kell tölteni egy ilyen betegnél, egy ilyen típusú betegségnél. Nyilván vannak egyedi szólások. Nálunk azt kell, hogy mondjam, hogy a három legjobban lévő beteg is mind másfél-két hetet volt lélegeztetőgépen. Mi azért vagyunk és azért csináljuk az egészet, mert hogy látjuk, vannak is eredményeink, és hiszünk is benne, hogy maga a lélegeztetőgéppel tudunk segíteni. Nyilván ez egy áthidaló terápia, addig, amíg meg nem gyógyul a tüdő, de hát egyébként is, ha nem olyan súlyos a légzési elégtelenség, van gyógyhajlama ennek a vírusnak, csak addig kell nekünk biztosítani a tüdő kapacitást és az oxigenizációt lélegeztetőgéppel, ha tudjuk. Igazából én azt gondolom, hogy ugyanúgy dolgozom, mint eddig, csak mondjuk itt többet létezem, de alapvetően ugyanúgy dolgozom. Volt egy nap, amikor három beteget is felvettem egy éjszaka a folyamán, vagy felvettünk egy éjszaka folyamán, azt mondjuk azért az egy húzósabb volt, de igazából itt talán a legnehezebbek azkor is, azt kell mondjam, amikor elveszítünk egy-egy beteget. Azt látom és mondják mindenki, hogy május körül vagy májusban fog tetőzni még a járvány, meglátjuk, mi minden esetre készen állunk. Ugyanazt az intenzív terápiát csináljuk helyek közben, mint eddig is, csak az izoláció és a védőfelszerelések egy teljesen másfajta logisztikát igényelnek, és egy másfajta betegellátást ilyen szempontból, és ezt a mai napig azért szokjuk, hogy mindenből mit, hogyan kell ezt elvégezni. Első körben félelem volt, aztán, ahogy egy kicsit szoktuk a helyzetet, úgy belerázottunk ebben, és most már a mindennapjaink részévé vált a védőruha, a beöltözés, és most már egy kicsit megszoktuk ezeket a helyzeteket és ezeket a szituációkat az elmúlt egy hónap során. Nagyon nehéz az egészségügyi szakdolgozóknak a támogatása, azért látjuk, hogy mind fizikailag és mind pszichésen nagyon megviseli őket ez a helyzet, nagyon sok támogatásra szorulnak. Többször kapunk olyan telefonokat, amikor a szakdolgozók el vannak keseredve, és ilyenkor muszáj őket vigasztalni és erőt önteni beléjük. Egymásra vagyunk utalva mindenben, tehát azt gondolom, hogy a team munkát elég jól elő tudja segíteni ez az egész helyzet, és egymásra vagyunk utalva, egymással dolgozunk folyamatosan. Nehéz volt megszervezni az egész épületnek a munkáját, kialakítani a munkafolyamatokat, megszervezni azt, hogy minden szintre mindig megfelelő mennyiségű védőruha jusson be, legyen mindig mindenhol ágynemű, a veszélyes hulladék szállítását ki tudjuk alakítani. Ezek hosszú-hosszú óráknak a munkája, hogy kialakítsuk, hogy hol van a fekete zóna, a szürke zóna, a fehér zóna, hol öltöznek át a dolgozók, hol veszik át a papucsukat, hogy öltöznek, hogy vetköznek. Ezeket hosszan-hosszan beszélgettük a higiénikus kollégákkal. Reggel 7 óra előtt érkezek be az intézetben, próbálom a műszakváltásokat koordinálni, és gyakorlatilag onnétól fogva egész nap csörög a telefonom, érkeznek az eszközök, próbáljuk a hiányokat pótolni, egyeztetni kell a vezetőséggel, próbáljuk koordinálni a beérkező új dolgozókat, figyeljük, hogy a beosztásból kiesett ki, ezeket mindig próbáljuk biztosítani, hogy legyen elegendő szakdolgozó.
mellette koordináljuk az önkénteseket, próbáljuk koordinálni az intézetbe érkező adományokat is. Egy hónapnyi munka után lassan eljutunk oda, hogy mindennek megvan a helye, és mindent tudunk, hogy hogy kell végezni. És azt gondolom, hogy tényleg lassan kijelenthetjük azt, hogy felkészültünk. Egy-két apró módosítás szükséges, de most már mindenki tudja, hogy mikor, hol, mit kell csinálnia.